Üdvözlök mindenkit! Nekrokrém vagyok! Ja, aki benne van már ebbe a szakmába, úgy értem, az ARPG-k szakmájába, az biztosan hallott már a olcáról, és nem kell bemutatni a játékot, hogy mivel és hogyan rendelkezik, illetve biztosan figyelt ezt a játék körüli bemutatókra is, és biztosan érezte, hogy aféle kevert érzése van a kritikusoknak ezzel a játékkal kapcsolatban. Egyesek azt mondják, hogy nagyszerű, mások azt mondják, hogy ez egy kalapka ki. Illetve, hogy semmi különleges nincs benne. Úgyhogy most jöjjön egy videó arról, hogy miért a Volt Szent választ mondjuk a Pass of helyett, vagy éppen a Diablo négy helyett, ami hamarosan jön. Könnyen megeshet, hogy ez a játék teljes mértékű feledésben merül, amint kijön Diablo 4, vagy a Pass of Exel 2, ami hamarosan napvilágot lát. Szóval kivéve ha, kivéve ha, a Diablo 4 az valami nagyon idióta üzletpolitikát fog bevezetni, buta mikrotranszakciókkal, és nagyon bagos játékkal, és tekintve a Blizzardnak a manapság öm, hogy is mondjam, hírnevét, megeshet, hogy valami hülyeséget csinálnak, mert a Blizzard sem a régi. Uh, viszont a Path of Exile az, ez egy teljesen más történet, ugye, az egy ingyenes játék, és uh, a, egy viszont egy problémája van. És nem hiába Hát bizonyos szempontból a Pass of Exile talán felülkerekedett most arra a Diablon, de nem hiába nem, ke nem kerekedett felül hírnéven. Aki a Diablót a kézsú a játékosok is ismerik, a Passov of Exile-t viszont inkább a hardcore közösség uh, ismeri. És ez a Pass of Exile nagy hátránya. Uh, és hogyha gondolkodnál, hogy miért a Volcen próbál ki, és miért nem a Pass of Exile-t, néhány dolog a Wolcen ért, ami ami mondjuk segíthet abban a döntésben, hogy megvedd ezt a játékot. Néhá néhány szót a volszerről, hát ha tudod, hanem még régen kaptam volt rá egy kulcsot, és most kijelentem, ezért engem senki nem fizet, oké, okay? senki. Még valamikor régen kaptam a egy kulcsot, és hogy bemutassam a játékot, de nem jutottam el odáig végül, hogy bemutassam a játékot, a igen, mert hogy nem olyan állapotban volt, hogy e, jót tudjak róla mondani. És azt tudnatok kell, hogy kb. 13 ember fejleszti ezt a játékot. Oké, 13 ember munkája, nagyjából két éve várok arra, hogy ez a játék uh, kijöjjön uh, teljes változatában. És végre kiadták, és 13 év után azt el tudom mondani, hogy ennek a játéknak szolíd gyökerei vannak. Szolíd gyökerei vannak. Aki készítették, azok büdös kockák voltak, akik tökéletesen tudták, hogy milyen elvek és gyökerek szerint működik például a Diablo, vagy éppen a Pass of Exile, és erős gyökerekre, erős alapzatra helyezték a játékukat. Nem forradalmasítottak, hanem azt az alapot használtak, ami volt, és erős. Ezt erős alapokra helyezték. Na most, jól hallottam, mindenki, ez a játék bugos, ez a játék néha elszámolja a damage ez a, a bosszok, azok bitch please kategória, néha jól működnek, néha nem működnek jól, néha lehetetlen őket megölni, minden benne van, értek, Minden benne van ebbe a, ebbe a játékba. Szóval a rossz oldalon, amit mondanak a kritikusok, és akik a rossz néznek erre a játékra, annak ellenére, hogy ez 13 ember csinált ezt a játékot, és valószínűleg nem voltak felkészülve erre a népszerűségre, mint amit uh, kaptak. De hát végül is mit vársz? Mert a reklámkampányuk elég jó volt, és a legnagyobb ilyen ORPG játékosoknak um, adták oda kipróbálás ezt a játékot, és azok igenbe népszerűsítették. És um, ne, gondolom nem is nagyon számítottak azért erre a népszerűségre, de 13 ember fejlesztette, szóval annak ellenére, hogy megvannak azon problémája, amik megvannak, a csapat gyorsan dolgozik azon, hogy kiavítsa ezeket. És ettől függetlenül a játék, mint mondtam, erős alapoljai vannak, amiből nagyon jól lehet fejlődni. Ugyanakkor a, a Pass of Exile VS Volcen, ugye kicsit térünk rá, de a Volcen egy új játék, ahol még nincs olyan sok minden, ezért könnyen megtanulható és könnyen megjegyezhetőek a dolgok. Például a skillfa még egyelőre nem olyan komplikált és nem olyan sok, mint a Pass of exile -ér, és, és nem, tehát alapvetően úgy érzed, hogy a Volcennek jelen állapotában van vége a játéknak, érted? Eléred az endgame-et, eléred a build végső állapotát, és tudod, hogy nem haladtál rossz irányba, mert hogy annyira szűk a skillfa, annyira átlátható és belátható, hogy tudod, hogy nem igazán tudsz rossz irányba haladni vele, akármi történjék. Ugyan, ugyanez igaz a ruhákra is, a ruhákra, vagyis a lútra, ugye a géredre, úgy veszed észre, hogy egy, -egy konstans, fölfelé haladó, erősödő uh, lesznek, gíréid lesznek, és, és mindegyik gír vagy erősödik, vagy gyengébb, ugye a gyengébbet nem használod, az erősebb olyan egyértelmű, hogy látni fogod te is, hogy mit kell bepakolj, és természetesen van az, a, van az az opció, esetleg, hogyha nem tetszik az a gír, ami jelenleg van, válthatsz irányt, mint például lehetsz inkább damages, vagy defenzív, vagy uh, itt tudom, jobb mági, mágia alapjára helyezheted az összes gíredet, elég egyértelműen megfogalmazva, és ugyanez igaz a skill is, jelen állapotában úgy érzi az ember, hogy nem tud rossz irányba haladni, mert a főpontok, ami felé haradsz a bildel, mindig ugyanazok lesznek. Természetesen ugyanez igaz a Pass of exile is, csak a Pass of Exile-nak a skill fája az olyan hatalmas, hogy az, aki most kezd bele a játékba, annak van egy éved, van egy év, másfél éved arra, hogy megtanulna a of Exile-t. És amikor úgy érzed, hogy végre sikerült a Pass of valami olyasmit csinálod, hogy, hogy ú, la ez most erős, kiderül, hogy teljesen rossz irányba haladtál. Szóval amire oda eljutottam a Pass of exile hogy az első bildemet megcsináljam, amivel elkezdhettem, tehát az első bild, amit nem kopiztam le internetről. Mert mindenki azt csinálja a Pass of Oké, okay, tehát a netről kopítod le a legópébb bildeket. És mire megcsináltam az első bildemet, amit nem kopiztam le internetről, amire eljutottam odáig, hogy mapozni tudjak, és akkor se, hogy levárj, leverjem shaper oké? Okay? Tehát csak, hogy mapozgassak mondjuk ilyen ötös szintig. Nem, nem egyáltalán nem arról szó, hogy leverjem shaper nem. Addig beletelt egy 300 órába, oké? Okay? És ki tudja, mennyibe fog még beletelni, hogy ki ismerjem a ezt a skillfát és Uh, eljussak arra szintre, ameddig a profik. Ez az egyik hátráltató ok, amiért sokan a diablo választják, mondjuk a Passive helyett, és ez az egyik ok, amiért azt nem, hogy a Volcent áll az a Passive helyett. A Volcent skillfája még kicsi, és nagyon egyértelmű. Nem tudsz eltévedni, mert a fő pontok, amik az extra bónuszokat adják ezen a skillfán, mindig ugyanott vannak, és mindig ugyanazok. Látszik a játékon, hogy úgy van struktúrál, vagy esetleg később kibő, ezt a skillfát. És uh, ugye van ez a a, a. a volt szemben van egy ilyen, hogy össze-vissza forgathatod a skillfádnak a, a különböző uh, szintjeit, szekcióit, tehát teljesen elforgathatod, ezért mondjuk egy archer buildből, amit itt láthatok, csináltok egy mage vagy egy tankbildet. Na most annyi hátránya ennek az egésznek, hogy amint átléped a szinteket, amint átléped a szinteket, már a forgatás annyira opcióvá nem válik. Így például ez az opció bár egy jó ötlet, de nem biztos, hogy egyelőre még a helyén való, mert amint elkezded megépíteni a skillfádat, már nem nagyon akarod forgatni sehova, hogy ne borítsd föl a, azt az egyensúlyt, amit létrehoztál. És még a skillfáról a volt szemben nem tudsz rossz felé haladni igazából. Annyira egyértelműen van megcsinálva, hogyha elrontod a bildedet, akkor se rontod el a bildedet. Mivel, hogy a gír nem olyan szinten random mondjuk, mint a, mint a passive exile -ban. tehát nagy eséllyel találsz olyat, ami kihúz a bajból következő ilyen indok. Elmondom neked, hogy miért drágább a Pass mint a Volcán valaha is lesz valószínűleg. Na most a Pass of Exile ingyenessége lévén az a cél, hogy te minél több időt eltöltse a játékban, illetve hogy vásárolj, ugyebár. És a vásárlásban el kell, hogy mondjam, hogy uh, kicsit drága a Pass of Exile, de viszont isten ilyen gecire jól kinéző skineket csinálnak, annyira, hogy én sem bírtam megállni, hogy ne vegyek valamit. És kurva jó skinek vannak a Pass of Exile Nagyon jó effektekkel van ellátva a Pass of Exile. Kiválóan van dizájnolva a köré, hogy akarj magadnak jobb skineket venni, mert hogy az alap, ami a játékban van, az egy és, és a skinek, amikkel néha az emberek mászkálnak, csak így pislaksz, hogy what the fuck, man? Na most, ezzel ellentétben a Volcen ugye egy vásárlós játék, és ezért a skin, az benne van a játékban, és annyira fantasztikusan megoldották. Bármilyen fegyver, armor, vagy bármi új, amit felveszel, találsz a játékban, azt egyként, egyben skinként is felódja, és a skinek jól néznek ki, és színeket is dob mellé a játék, úgyhogy még színezni is tudod a karaktereket. Természetesen ebből még csinálhatnak mikrotranzakciót a távol, a távoli jövő, jövőben, de egyelőre annyira jól ki van találva, és ez a játék jelen pillanatban 30 fontnak megfelelő magyar pénz, vagy euró, vagy amiben szoktad fizetni a játékaidat, és uh, tekintve, hogy egyes skinek a Pass Exile-ban 30 euróban vannak, uh, így aztán uh, a Bolcen teljes játékként kifizetni ennyit, és hozzájárul, hozzákapod a skineket, és ezek a skinek még jól is néznek ki, és nagyon jól színezhetőek is ebből a szempontból, szóval egészen teljes mértékben testre szabhatod a karakteredet, és, és mindezt, ha ha skinek izgatnak egy játék, mindezt 30 euróért nem, nem drága egyáltalán. Következő ok, és ez azt hiszem, hogy egy nagyon nyomósok ok lehet sokaknak. A Passov Exile gazdasági rendszere egyszerűen elképesztően bonyolult lett mára. Azon kívül, hogy kell egy év, hogy megtanult a játékot, még kell egy év, hogy kiigazodja a gazdasági rendszerekben, az árakban és az értékekben. A Passov Exile minden cserélhető mindenre, és mindennek van valamiféle értéke. és És... Nem tudsz olyat mondani a passover ami nem cserél, ne lenne cserélhető uh, valamire. Elképesztően sokrétű, sok, és uh, nehéz, és bonyolult. A, a gazdasági rendszer ugyanakkor azoknak a profiknak, akik otthon van, otthon vannak már a játékban a kezdetek óta, ez egy pénzkeresési lehetőség is a Passive Exile-on belül, és hatalmas előnyben vannak a piacon. Emiatt ugye a partnerek, akik a Passive Exile, Grinding Gear partnerek nagy előnyt is kapnak ebben a játékban, nagy előnyt kapnak a piacon ebben a játékban, és te, mint szegény kis kezdő, nagyon-nagyon nehezen fogsz tudni oda eljutni, hogy igazán gyorsan és effektíven keres értéket ebben a játékban, mert meg kell tanulod a játékot, mert meg kell fel kell a karakteredet, Nagyon jó, hogy nézel neten bildeket, ez fantasztikus, mert jó bildek vannak ott, igen, de azokat a cuccokat meg kell szerezni és amire oda eljutsz, hogy annyi értéket összegyűjts, amivel megszerezheted azt az egy faszom gírt, ami tökéletessé teszi ö, azt a bildet, amit netről kinézted, addig végét ér a liga. Szóval nem lehúzni akarom Passive Exile-t, ne esik, nagyon is szeretem azt a játékot, viszont ezzel ellentétben a Volt szemben ilyen gondod nincs, egyáltalán, egyelőre legalábbis. Szóval akármilyen trading system van most, a legalapabb trading system van most, én adom ezt, te adod ezt, és jelen pillanatban még nincs értékem meghatározva a bizonyos dolgoknak, nincs is egy ilyen Közös pénz nem a játékban, ami, vagyis egy értékesebb pénz nem, mint például az Exaltok, a A Passive exalt nincs, nincs egy ilyen érték, ami meghatározza, hogy ez ennyit ér. Oké, okay? tehát a különböző nevesített cuccoknak volt szemben, van egy ilyen kredit értéke, ami a játék, ugye a játékbéli pénz, és... Gyakorlatilag előbb-utóbb valószínűleg lesz neki valamiféle érték, és az emberek elkezdenek egy gazdasági rendszert kiépíteni. Viszont mivel ugye a játék új, ezért ezt könnyű lesz felkapni. Értitek? Amíg még létezik a sok exploit benne, akkor könnyű, könnyű farmolni. Most még megtartod a cuccédet, aminek később esetleg értéke lesz. Szóval a játék annyira gyerek cipőben jár még, hogy megtanulni az eljövendő gazdasági uh, technikáját ennek a játéknak iszonyatosan könnyű lesz a Pass of exile szemben, ami már egy kifor struktúra, és követni is nagyon nehéz ebből a szempontból. Szóval ez lett volna néhány ok, amiért azt mondanám, hogy volt szent, még annak ellenére is, hogy ennyire kiforratlan meg vannak a hibái még, viszont ordítóan látszik, hogy nagyon szolid alapokra van helyezve. Az endgame felé menet lassan már oda, odafelé haladok, mondhatni így. Az első, a kapujában vagyok az endgame-nek, és az endgame is szolid alapokra van téve. A bárki, aki tervezte ezt a játékot, az a srácok, értették a dolgukat, és sokat játszottak ilyenfajta játékokkal, mert látszik, hogy tudják, hogy mit csinálnak, és hogy milyen irányba viszik a játékot. Hence hozzáteszem azt, hogy, hogy közel sem az, mint aminek a Kickstarter projektjében mutogatták a játékot. Okay, kb. a negyede, annak a, a negyed fantáziája annak, aminek amit a Kickstarter projektben mutogattak erről a játékról. Igen, ezt, ezt tudom, és, és tekintve az, de sokan nem tudják. És ettől függetlenül mondom, hogy az, amit ott mutogattak, az a fantázia és ötlet mennyiség, amit ott mutogattak, az még esetleg eljöhet a jövőben eh, erre a játékra, de jelen pillanatban eh, ez az a szolid alap, amit kínálni tud, és annak, aki érdekel ez a játék, például egy Passover vagy egy Diablóval szemben, ezért ezekért az okokért tudnám ajánlani um, ezt a játékot, és ezért nem fizettek. Nagyon-nagyon <laughs> köszönöm a figyelmet. Ha játszol a Volcennel, dobj egy lájkot erre a videóra. Következő videóig, sziasztok!